amelyet az Úr Jézus Krisztus munkára kiszületik. Amen. Hálát adok az Istennek azért, hogy előterült, és el tudtam ide jönni. Reggel eléggé fáradt voltam, aztán sáktán csinált egy kis malőt, ebből ebédkörünk, aztán az adrenalin szinten megemelkedett, és érezze is kell. Hát azért nem szokták azt mondani, hogy minden rosszban van valami. Tehát, és most igazából nem érzem a fáradt. Mielőtt ide jöttem volna a hét közepén, a szívemre helyeződött egy igenes, ami annak idején nekem nagyon sokat jelentett a megtérésen követően. Igazából akkor, amikor ez megérintett engem, akkor nem. Az oroszlánok éheznek és szürkölködnek, akik az Istenben bíznak, azok pedig bőségben élnek. Megtértem, elkezdtem élni az életemet, keresztény embernek, és ott elég jött az, hogy Isten, neked ez sincs, az sincs, amaz sincs, hogy van ez? Hát te szeretsz engem. És akkor elég jött ez az igeves. Uram, hogy van ez? És nem jött. Igazából akkor nem jött. És mai nap is előttem van az, amikor ez úgy kirajzolódott a világosság. A Piac utcán mentem, a Kossuth utcát felől, a Aranyika szálloda felé, és ott megtalálkoztunk. Ez kb. 25 évvel ezelőtt volt. És rájöttem, hogy igaz oroszlánok, azok az emberek ebben a világban, akik meg akarják szeretni az egész földet, akiknek mindenre szükségük van, akik sosem elégedettek, soha-soha semmivel meg nem lehet őket elégíteni, mert akármilyen van, mindig többet és többet akarnak. És kik az elégedettek? Hát mi, kedves testvérek? Mi vagyunk azok az elégedettek, akik bőségben élünk, mert hogy az Isten megadja a ruházatot, a táplálékot, a fedelet a fejünk fölé, és megváltja a mi életünket az ő fia által, Jézus Krisztus által, akkor mindent megkapjuk ebben az életben, amit csak megkaphatunk.